A vegyétől bűzik a hal. Persze, hogy nem vagyunk hibátlanok. De azt tudom mondani, hogy ezekhez a gazemberekhez képest mi olyan tiszták vagyunk, mint a baszületett bárány. Első lépésként meg kell szabadulni magától a bűntől. Ezért aztán reggel 9 órakor az új miniszterelnök azt fogja mondani, hogy eltávolítjuk a legfőbb ügyészt hivatalából, különleges ügyészi hivatalt állítunk föl. És a miniszterelnök levelet ír Brüsszelnek, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Ugye nem konkrétan ez után, talán már, talán még ezelőtt írta ugye a TGM a Nix Gyurcsány című írását, amiben ugye azt mondja, hogy jelentős férfiú, de talán nem a politikai szférában kellene tevékenykednie, hogyha csak úgy az első napon mindjárt fogja Apolt Pétert és berámolja a Táncsics mellé a börtönbe, miközben a Táncsics kijön. Sajnos egyet kell értsek a TGM-en. Tehát, hogy én nagyon régóta promotálom, hogy Gyurcsány döntse el végre, hogy most akkor komikus előadó szeretne lenni, mert annak egyébként nagyon szórakoztató. Oké, másodperc, ott ült Horváth Zoli, és akkor, vagy ott ült a Pogács, és azt mondta, hogy ezekre az eszközökre van szükség. Populizmus, populizmussal lehet legyőzni. Szerintem a populizmus, vagy hogy mondjam, nekem akkor sem fér bele az, hogy Gyurcsány azt állítja magáról, hogy valakihez képest olyan tiszta, mint a ma született bárány. Olyan nincs, hogy valaki valaki máshoz képest tiszta. És én nem szeretnék megválasztani egy olyan miniszterelnököt, akinek így szépen tételesen sorolhatnánk napestig a saját bűneit, amik miatt most akár a jelenlegi kormányzatot hibáztatja, hogy máshova nem menjek például a legutóbbi ukránozós videójuk után, ha semmi más bűne nem lenne, akkor is el kéne ásni nyakig a homlokig, hogy egy napig gondolkozzon ott, hogy mit csinál. De azért egyik idézőjelben még miatt itt meglincselnek minket. Így van, ez egy terápiás dolog. Zolában egy időben beástek derékig a gyerekeket, hogy nem elszanak el, mik kapálnak a szülők. Szóval valami ilyesmit javasolni. Ha egymás mellé rakjuk az Orbán év értékelőt és ezt, akkor legyenek szívesek. De nem muszáj egymás mellé rakni. Rakjuk. Ugyanúgy egyébként a primer érzelmekre játszik. Tehát csak ugye a másik oldalon, de azok a legalapvetőbb érzelmi kérdésekre. Egyébként ennél a bejátszásnál sokkal érdekesebb az, hogy miért kell Polt Pétert azonnal első lépésként. Ugye a számonkérés és az elszámoltatás volt a lényeg, és ugye ezt festi fel rögtön a következő lépésbe, hogy ugye hogyan fogjuk visszaszerezni a fideszes oligarcháktól. Beleértve ugye, hogy ugye a Hatházi is avval vádolta meg a Karácsonyt, hogy ő is csak beszélt az elszámoltatásról, de nem csinált semmit. Tehát ez az elszámoltatás, ez nagyon ott lóg a levegőben. Ugye nekik is azt kéne mondanod, ha akarod, hogy ne feszüljenek ennyire be, de lehet, hogy nekik nem mondanád ezt. Én mindesetre én azt tartom hiteles beszélnek, aki magán kezdi. Tehát van egy ajtóm, azelőtt kell először söpörni, és másodszor is, és harmadszor is, valaki azt mondja magára, mint az Orbán, hogy valami jót csináljuk, meg minden, vagy a Gyurcsány azt mondja, hogy ő relatíve ma született, ezek nekem ez semmi, ez nem hiteles nekem. Tehát tessék elmondani, hogy mi van, és aztán utána beszélni a másikról. Lesz ebből még 2,2 millió, vagy soha? Hát Orbánnak 2,2... Erről beszéltem. Orbánnak 53%-a van, ugye Gyurcsánynak mondjuk 5%-a van, tehát ugye a kettő között azért van egy léptéknyi különbség, és nem nagyon változik. Ha lehet egy kicsit máshoz hozzászólni, igen, egyébként nem lenne elég Polt Pétert onnan eltávolítani, mert hogy a helyzet az, hogy örököltünk a szocialista rendszerből, mondom félve, egy olyan struktúrát, ami, ahol az ügyészek túlságosan a legfőbb ügyész befolyása alatt vannak. Tehát, hogy át kéne alakítani, ezt olyan mondta nekem, aki ehhez ért. Jó, az Zamesnik ugyanabban a székben, most már úgy lassan össze tudom rakni, ki hol ül, azt mondta, hogy neki van erre terve. Vannak, tehát, hogy akik ehhez értenek, azok tudják pontosan, és elmesélték nekem is, nagyon érdekes, hogy egyszerűen nem csak arról van szó, hogy Polt Péter maga, hanem az egész ügyészségi rendszernek az irányítását kellene egy szovjet típusúról, egy nyugat-európai típusúra átállítani, ami megint nem történt meg 90 és 2010 között. Tehát, hogy ez megint ott volt 20 év, amikor ezt megcsinálhattuk volna. Azt mondta a videót, hogy lejártuk, és nem kaptunk hosszabbítást, úgyhogy 5 másodperce van mindenkinek, én lemondok a magaméről. Én csak ülök itt szomorúan, és nem reménykedem semmiben. Illetve nem igaz, elmentem aláírni az ajánlás gyűjtő éveket, és ezt javaslom mindenkinek, aki szeretné a saját pártját viszontlátni. Én csak annyi, hogy kár, hogy ezt a Elizabeth-et ezt nem beszéltük meg, aki így csinált. Anyukám régen a
akkor sielt, akkor ő is így ügyesen. Kedves Gergely Zsufi? Én azt gondolom, hogy ilyeneket kell egyébként mondani. Tehát itt ülünk 40-valahány nappal a választások előtt, és pontosan ezt látjuk, és valószínűleg mindenki ezt szeretné látni, hogy Mészáros Lőrincet tényleg elszámoltatják, olyan értelemben, hogy fölveszi a kantáros munkásruhát. 5 másodperc volt. Akkor kicsit túlléptem, az lett volna a vége, hogy visszamegy gázcirkót szerelni, de akkor ennyi. Viszontlátásra.